Erős várami Istenünk. Sok szeretettel köszöntöm a televízió néző testvéreket és mindazokat, akik az interneten keresztül követnek bennünket. A 2020-as esztendő utolsó napjának óév év ünnepi Isten tiszteletén. A mai nap igény a Zsoltárok könyvéből így szól hozzánk a 146. zsoltárból. Mindörökké uralkodik az úr, nemzedékről nemzedékre dicsérjétek az Urat! Az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Amen. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr megőrizt téged minden rossztól, megőrzi a te lelkedet, mostantól mindörökké. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, az esztendő utolsó napján is téged szólítunk meg, és veled búcsúztatjuk ezt az évet a te igéddel, hozzád való imádsággal, az igéden való elmélkedéssel. Hálát adunk, Urunk, mindazért, ami ebben az évben ért bennünket. Hálát adunk az áldásokért, az örömökért, az ajándékokért, de hálát adunk a nehézségekért is, amelyekkel találkoznunk kellett amelyekből ebben az évben talán több volt, mint azt reméltük, vagy mint azt más években megszokhattuk. Egy nehezebb év van mögöttünk, de mégis ebben az évben is adtál lehetőségeket, még a nehézségben is, még az átírt, felülírt tervekben is. Urunk, nem panaszkodással búcsúztatjuk ezt az évet, hanem összegzéssel, visszatekintéssel és Neked való hálaadással. Hálaadással, hogy a nehézségek közepette is megtartottál bennünket. Kérünk, így indíts minket a te áldásoddal, a rádfigyeléssel, az új búcsúztatására és az új év köszöntésére is. Amen. Hallgassa meg, az ünneplő gyülekezet új napjának igéjét. Zsoltárok könyvéből a 31. Zsoltár 16. verse. Kezedben van sorsom. Szeretett testvérek, elérkeztünk az esztendő, a 2020-as esztendő utolsó napjához, december 31-éhez. Nem egyszerű évet zárunk. Talán az évelején még tele voltunk reményekkel és tervekkel vágtunk neki az új esztendőnek, de a világjárvány keresztül húzta a számításainkat. Nyaralások maradtak el, táborok maradtak el, gyülekezeti alkalmak maradtak el, munkahelyek kerültek veszélybe, egészségek kerültek veszélybe, és voltak olyanok is, akiktől búcsúznunk kellett a földi életből. Élethelyzetek változtak meg egyik pillanatról a másikra, és márciusban újra kellett tervezni, át kellett gondolni egész életünket. Talán nem túlzás azt mondani, hogy nagyon vártuk már december 31-ét. Nagyon vártuk már, hogy ezt a 2020-as évet lezárhassuk, és 2021-el egy új évet kezdjünk. Van, aki egészen egyszerűen úgy fogalmazott, azt mondta, hogy ha tudom, hogy 2019 december 31-én ilyen évre kocintunk, akkor inkább ki sem bontom a pesgőt. Átírta ez az év az életünket, átírta ez az év a terveinket. A gyülekezeti szinten is, Móri Pusztavámi gyülekezetben, de nyilván minden gyülekezetnél és minden egyháznál ezt elmondhatjuk, nem volt egy egyszerű év. Persze annyi mindent elterveztünk, hogy mit fogunk idén csinálni gyülekezeti kirándulások, nyári táborok, alkalmak, képátadás, stb. Mert szeretünk tervezni, szeretünk előre gondolni, szeretjük, ha az irányítás a kezünkben van, ha mindent az utolsó, legapróbb részletig előre kigondolhatunk. A, statiszti a statisztikával foglalkozó matematikusok elég nagy pontossággal előre meg tudnak állapítani gazdasági előrejelzéseket. De még ők is azt mondják, hogy mindig van az egyenletben egy ismeretlen tényező, amivel nagyon nehéz számolni, ami minden tervet és minden előrejelzést egyszerűen boríthat, ami befolyásolja a várt eredményt. Azt is mondhatnánk erre az ismeretlen tényezőre, hogy véletlen. A Biblia is ír erről az idézőjelben tett véletlenről. Csak a Biblia más szót használ rá. A matematikusok, a statisztikával foglalkozók azt mondják, hogy ismeretlen tényező, vagy azt mondják, hogy véletlen. A Biblia pedig Jakab Apostol levelében azt mondja, hogy akik terveznek, akik mindent a legapróbb részletig ki akarnak gondolni, és előre megterveznek, ne, te, ne felejtsék el hozzátenni a terveikhez, hogy ha Isten is úgy akarja. Ugyanis a keresztény ember nem egyszerűen csak tervez, hanem Isten akaratával is számol. És Isten akarata az, amelyet nem tudunk előre mindig mindent beletervezni a mi céljainkba. Isten akaratával számolni azt jelenti, hogy persze vannak saját terveim, és vannak saját gondolataim, vannak saját céljaim, mert ezek jók, ezek kellenek. De. Tudni kell azt is, hogy az életünk, a tervek és a célok nem a mi kezünkben vannak, hanem Isten kezében vannak. És hogyan lehet Isten akaratával számolni? Hát úgy, ahogyan a terveinket, a, gond, a dolgainkat, a céljainkat azt megbeszéljük másokkal. Ha valamit eltervezünk, akkor azt megbeszéljük a házastársunkkal, megbeszéljük a családunkkal, megbeszéljük szüleinkkel, gyermekeinkkel, unokáinkkal vagy barátainktól tanácsot kérünk, ezeket igyekszünk összegezni, és így tervezgetünk. Ugyanezt jelenti az Istennel való tervezés, hogy az ő akaratát beleveszem az én terveim, céljaim közé, vagyis imádságban kérem, imádságban elmondom neki, hogy mit gondolok. Vagy szentírás olvasással, vagy éppen az útmutató, a 2021-es útmutatónak az olvasásával, vagy egy gyülekezeti taggal, egy testvérrel való beszélgetéssel. Tehát a terveink azt jelenti, hogy persze van egy alap elképzelésünk, amit el szeretnénk érni, de nem ragaszkodunk feltétlenül hozzá, hanem hagyjuk, hogy olykor Isten lecserélje a mi terveinket. Mert neki esetleg más terve van a számunkra. Hasznosabb vagy jobb terve van a számunkra. Ezt jelenti a mi atyánkban az a mondat, az a kérés, hogy legyen meg a te akaratod. Ó év estéjén a keresztény ember nem elfelejteni akarja a múltat. És nekünk sem szabad ezt a 2020-as évet sem elfelejteni, kitörölni. Igen, voltak nehézségek, de a krízisben és a nehézségben mindig van lehetőség, és mindig van esély is. És én hiszem, hogy Isten ezzel az évvel is tanított bennünket. És adott nekünk új dolgokat, új felismeréseket és új lehetőségeket. Tehát nem elfelejteni kell ezt az évet, hanem összegezni. Lehet, hogy sok minden nem úgy történt, ahogyan azt elterveztük, de lássuk meg, hogy mégis mennyi minden volt ebben az évben. Lássuk meg, hogy minden körülmény ellenére mégis velünk volt az Isten, és gondoskodott rólunk. Ó év napján, az év búcsúztatásán valljuk meg együtt közösen a Zsoltár író szavaival. Uram, kezedben van a sorsom. Merjük Istenre bízni életünket az előttünk álló esztendőben is. Amen. Imádkozzunk. Örök Isten, az ó esztendő utolsó óráiban hálával magasztalunk minden tőled kapott testi-lelki ajándékért. Így fordulunk hozzád könyörgésünkkel. Könyörgünk mindazokért, akiket ebben az esztendőben veszteség és szomorúságért, akik szerettüket veszítették el, akiknek szívére gyász nehezedik, akik egészségüket veszítették el, akik elhibázták életüket, könyörülj rajtuk, Urunk, atyai szereteteddel. Könyörgünk a szeretetre éhező testvéreinkért, betegekért, megfáradtakért, szomorkodókért, akik keresték a hozzád vezető utat, de még nem találták meg. Urunk, kérünk, könyörülj rajtuk. És könyörgünk az örvendezőkért, az életükben sikeresekért, nyisd meg szívükben a minden tiszta örömöt megszentelő hálának a forrását. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, amely sokszor erőtlen volt. Kérünk, add, hogy ne maradjon adósa az evangéliummal. Hogy nem mások felelősségét kutassuk, hanem láttasd meg velünk azokat az alkalmakat és azokat a lehetőségeket, amelyeken mi magunk tehetünk azért, hogy az örömhírt, a bűnbocsánat hírét, az evangéliumot másoknak átadhatjuk. És könyörgünk, Urunk, a világért, hazánkért, községünkért, városunkért, köszönjük, hogy irgalmatban hordozod az emberiséget, és ha bűnei miatt nem is hagyod egészen büntetés nélkül, kegyelmed mindig határt szabott haragodnak. Add, hogy a kegyelmi időt jól használjuk ki. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat az év utolsó napjának utolsó óráiban is. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvérek, az év utolsó napjának Isten tiszteletén mi is visszatekintünk az elmúlt évre, és összegezzük azt, ami történt. Régi hagyomány, hogy év napján felolvassuk azoknak a neveit, akiket ebben az évben megkereszteltünk, akik házasságot kötöttek, és akiket utolsó földi útjukra kísértünk. Így hallgassuk meg a megkereszteltek neveit. Törzsök Anett Törzsök Viktor Sós Réka Törzsök Bence Törzsök Patrik és Weiler Bennett. Isten színe és az egyház tanúi előtt házasságot kötöttek. Udvari Norbert és Grósz Evelin Csilla. Magyarósi Lajos és Grósz Marcella Mária. Steiner Tamás és Magyar Karina. Kertai Zsolt és Tolonics Tímea. Isten végasztaló igéjével utolsó földi útjára kísértük. Maher Mátyás néz született Meidlinger Katalint. Kaiser István néz született Szabó Emmát. Ruf Jánost. Robics Jánost. János néz született Liszmajer Máriát. Ríder Józsefet. Fáner István néz született Farmos Teréziát. Korencsi Antalné született Meidlinger Teréziát, Nádvári Józsefet, Farkas Jánost és Stetner Pált. Gyülekezet közösségével kívánjuk, hogy ebben az évben, akiket örömért keresztelő és házasság alkalmával, házasságkötés alkalmával, ők örvendezhessenek, és örömüket, Istennel tudják megélni, és neki mondjanak hálát és köszönetet ezért az örömért. Akiket pedig szomorúság és gyászért, akik elveszítették szerettüket, ők pedig Istenben találjanak reményt, vigasztalást. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a holnapi napon, január 1-én online formában Isten tiszteletet tartunk, új évünnepi Isten tiszteletet. Fogadják az úráldását! Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet. Amen.